Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. El is érkeztünk végre egy újabb horror videóhoz. Hány óra is lehetne amúgy, hogyha nem? 23:03, amikor felveszem nektek ezt a horror videót. Egyébként körülbelül fél éve nem volt már erről a csatornáról összeállítás, ahonnan most hoztam el nektek egy olyan címűt, hogy soha ne nézd ezeket egyedül. Rettentően hiányzott már nekem ez a csatorna, csak hát annyi helyről néztünk folyamatosan horrorokat, hogy egyszerűen már nem jutott rá idő. De hát most szerencsére jut, hogyha örültek ennek az egésznek, akkor mindenféleképpen már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra az a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de akkor szerintem mindenki jól takarózzon be, és kezdjünk is bele. Hú, de rossz minőségű ez a felvétel. Ez a bűvész trükk el fog minket átkozni. Mennyire jól hangzik. Meg is van, hogy a kövi videóban mit fogunk csinálni. Nem ám. Bár volt már olyan, hogy poénkodtam ilyennel. Majd rá nem sokkal. Megcsináltuk. Most figyelnünk kell a lány kezének az árnyékára. Na jó, hagyjatok békén. Ez mégis mi volt? Próbálok most összpontosítani a hölgynek a reakciójára, hogy... mennyire hiteles? Mert hogyha a videónk szerkesztve is van, különböző emberi mimikákba, hogyha baromira profik vagyunk, le tudnánk vágni, hogy kamu-e vagy sem. Hát nagyon elkezdett hátrálni. De ilyen nem létezik. De mégis, annyira élethűnek tűnik. Mi van akkor, hogyha ez a kopasz fószer kajakra nagyon is tud valamit, és valami fekete mágiát alkalmazott itt, és ez tényleg a valóság volt. Mert hogyha ez így van, én brutálisan szívesen elmennék hozzá, és tapasztalnám ezt a saját bőrömön keresztül, bár az is lehetséges, hogy ezután a csajszit teljesen el lett átkozódva, sőt, akkor biztos. Így azért kétszer is meggondolnám, hogy elmenjek-e hozzá, vagy pedig sem. Nyilván a következő videónkban már egy elhagyatott házban vannak, és ezek rendőrségi felvételek. Fegyverekkel a rendőrök behatoltak ebbe a házba, és valami nagyon furcsaságot láttak. De akkor ez egy teljesen igazi rendőrségi felvétel. Eléggé fura, hogy ez egy YouTube csatornára került fel, és az a forrásunk, nem pedig valamelyik ország rendőrségének a hivatalos oldala. Ugyanis vágjátok, a magyar navos videók is folyamatosan fel vannak töltve, aztán nyomatják, hogy ez itt a Nemzeti Adó és Vámhivatal! Ő pedig itt a körből a csajna! Hát most mi van ebben? De hogy elsétál már, és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy egy csomó fegyveres rendőr rászegezi a fegyverét. Miért van nekünk ott, hogy jumpscare veszély? Ja! Hogy így random az egyik rendőr kameráját leszette a csaj. Nem lehetséges, hogy egy elmegyógyintézetben razziáztak, és ő az egyik beteg? Nem hinném, hogy ez a nő egy szellem lenne. Szerintem szegény csak rettentően beteg lehet, és fel sem foghatta, hogy milyen szituációba csöppent bele, hogy fel kell adnia magát a rendőröknek. Ezeket szeretem a legkevésbé, mivel ezek a legparábbak, amikor nagyon látszik egy videón, hogy brutálisan amatőr. No, 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 no.
Valami történt otthon. És betörhettek hozzá? Mi ez a hang? Ő pedig egyből már menti is a gyermekét. Did you hear that horrific whisper? Listen again. És kimászik az ablakon. Before he can leave this place, he realizes. Hogyha jobban megfigyelitek, a háttérben egy para suttogást is hallhattunk. De mi lesz a kutyáddal amúgy? Hát menj már meg őt is! Kérlek szépen, menjél vissza érte! A csecsemőjét. Már a kocsiba is tette, én most brutálisan libabőrös voltam. Először már megijedtem, hogy nem fog a kutyája megjelenni, és valami történt vele, de szerencsére ki is ment az ajtón. És a leges legközelebbi hotelbe el is mennek. Hát nem lepődök meg ezen. Random az otthonodban ilyen zörgéseket tapasztalsz. Ez brutálisan nem normális. Na de, menjünk is tovább, minthogyha mi sem történt volna. UFO felvételek is lesznek itt? Először azt hittem, hogy brutálisan rossz minőségű lesz, de szerencsére nem. Csak nagyon bele volt zoomolva. Látjátok ti is? Mi az ott? Valami nagyon különös objektívumot rögzítettél ott sikeresen. Pedig ő csak békésen kiment kutyát sétáltatni. Remélem, hogy ezek után közelebb mentél hozzá. Csak nehogy az legyen, hogy telibe aláérsz, és így felszív téged, és majd elkezdenek rajtad a földön kívüliek különböző emberkísérleteket véghez vinni. Ugyanis ez nem lenne túl szerencsés, valljuk be. De nem hinném, hogy közelebb ment. De nyugtassuk magunkat azzal, hogy az csak egy légbalon ott, és akkor talán jól fogunk tudni aludni. Még ezek után is. Először majdnem megijedtem attól a csajtól, aki ott van, ugyanis olyan váratlan volt, egyáltalán nem számítottam rá. De mégis milyen helyen vagytok? Még semmi sem történt, de én már most félek, aha, semmi sem történt. Csak random kinyílt az ajtó. És komolyan azt mondta nekünk, hogy démonokkal csapdáztak be magukat? És akkor elvileg most ment hozzájuk oda a démon, és brutálisan hideg lett ott. Majd elkezdtek kopogásokat hallani, utána pedig lépteket. Ráz a hideg. Nem is kicsit. De nem már, hogy itt ért véget ez. Pedig úgy néztem volna tovább, hogy mégis mi történt ezek után. De mivel nincsen folytatás, így nagy eséllyel semmi sem. De nem már. Ti elhagyatott házakat fedeztek fel, és viszitek a kutyátokat. Hát de miért kell csóri kutyát ilyennek kitenni? Mert most sajnálom őt. Ja, hogy a kutyára ilyen testkamerát raktak. És most telibe ennek a kamerának a képét láthattuk. Ez akkor 100%, hogy valódi. De valami kezet? Kéne látnunk ezen a felvételen, hát de ott is van. De nem lehetséges, hogy csak az ilyen műanyag kamukéz. De ne csináljátok már, most ettől kéne megijednünk. Hát innen látom, hogy ez egy műanyag kamukéz. Bár a kutya eléggé megijedt tőle.
De olyan kis édes ez a kutyus amúgy. Nem lenne szívem nekem ilyennek kitenni. Hát ti miért teszitek ki? Legalább valami brutálisan nagy rendőrkutyával mennétek ilyen helyekre akkor már. De azt a kezet egy kamu műanyag kéznek magyarázhatjuk. Na de ezeket a hangokat már kevésbé tudjuk megmagyarázni. És akkor most azt próbálják nekünk beadni, hogy az a tag, aki az ágy alatt bujkálhatott, az most lehetséges, hogy kijutott az épületből. Ja, nyilván. Tudja, hogy nem egy műanyag kéz volt. Most, hogyha brutálisan nagy állatok lennének, akkor megnéznék, hogy ott van-e az a kéz. De nem nézik meg, hogyha ilyen történik veled, akkor miért nem furdal annyira a kíváncsiság, hogy utána járjál, hogy mégis milyen kezet láthatott a kutyám? Nem lehetséges, hogy az csak egy műanyag kéz? De akkor le lenne lőve a videónak a poénja, hogy úristen, ott egy kéz? És kiderülne, hogy az tényleg csak egy műanyag kéz. Itt is van akkor a következő felvételünk. Na ők aztán fel vannak készülve. Mindenki páncélmellényben van. Most az előbb megmozdult valami. Méghozzá azt mondják, hogy az a szék ott. Hát hiába a páncélmellény, hogyha démonok vannak a közelben, akik egy tized másodperc alatt végezhetnek veletek. De szerencséjükre csak ilyen lájtos démonok vannak itt, és csak egy széket mozgatnak be, bár még nincsen vége ennek a videónak. Szóval ki tudja, hogy még mi lesz itt. Hát bízzunk benne, hogy nem esik senkinek semmi baja. Mi ez a para festés itt a falon? Nem túl nyugtató, hogy pont szembe ez az arcképpel történt ez az esemény. Na de, jöjjön is a kövi! Nem történt itt semmi para. Ti pedig már egy régi faházban vagytok. Most csak az ő lépteik nyikorognak. Nem? Kint vihar van. Szóval tuti, hogy csak azért hallottak fura hangokat. De nagy eséllyel az egész házban csupán ők vannak ketten. És konkrétan hajnali 2:30-kor rögzítik ezt a videót a Mikron 6.2.66 van. És mindjárt 2:30 van, amikor felveszik ezt a videót. De szuper! Mi történt? Liba bőrös vagyok! But I looked over there and it looked like someone was like standing in the corner and then just like ran behind the bed. Unfortunately. Valakit látott, amikor pont felért, de mintha így telibe elbújt volna. Didn't get it on camera. Az ágy mögé. De sajnálatos módon ez nem látszódik a felvételen, csupán ő látta. Okay. A szemével. Alright, we're investigating this now. Most pedig akkor bekamerázták az egész helyet, és megpróbálnak rögzíteni valamilyen paranormális jelenséget. Nagyon is eldőlt valami a konyhában, és leesett egy csomó minden a földre. Whatever is behind this door is perhaps the greatest mystery of the night. Aha, mi volt ez a hang? Remélhetőleg csak ő ment neki annak a cuccnak. És ez a hely mi? Lementetek a pincébe, és még pince is van ott? Aha. Megpróbálta kinyitni azt az ajtót. De az a démon vagy szellem nagyon nem akarja, hogy oda bemenjen.
És nem hagyja neki, hogy kinyissa. Sőt, nem csak egyszer történik ez. A haverja nem is hitt neki, hogy jaj, hagyjuk már, csak halucinálsz már megint. De amikor ott volt, akkor ismételten megtörtént ez. Na most már hiszel nekem, tesó? Hát ja, most már hisz neki. Fel is mennek a pincéből. Aha! What the f***? Okay. Okay. És még random ajtócsapások történnek ott. Hát annak a démonnak nem tetszett, hogy ők abba a házba mentek, és minél hamarabb meg akart tőlük szabadulni. Na de akkor szerintem itt is van a remek alkalom, hogy lezárjuk ezt a videót. Én rettentően éltem, és voltak benne bőven para klippek. Remélem, hogy ezek után fogtok tudni még aludni, hogyha nem, akkor bocsi. Hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Kérlek, oda is iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek volna meg. Hogyha pedig a csengőt még nem nyomta volna be valaki, akkor mire vár? Amikor elvileg, akkor értesülni fogtok a legeslegújabb videóimról. Én köszönöm a figyelmet, Elek Robi vagyok. Majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok!